szivárvány koalíciók pozícióéhsége miatt egy törvényjavaslatban kezdeményeztem ma az alpolgármesterek számának maximalizálását, miután például a DK fővárosának minősülő Újbudán a korábbi 2 helyett már 5 alpolgármester lenne a következő ciklusban, hogy egyben tudják tartani a marakodó 5 párti koalíciót. A szerte az országban elburjánzó politikai kifizetőhelynek tekintett klientúra építés megfékezésével, elsőként az alpolgármesterek számának csökkentésével milliárdokat spórolhatnánk az adófizetőknek. A főváros legnépesebb 11. kerületében a mostani ciklus elején a balliberális hatalom átvétel után rögtön megduplázták az alpolgármesterek számát, és ugyanilyen számban duzzasztották a bizottságokat, azzal együtt tisztségviselőit, és a kifizető helynek használt tanácsnoki posztokat is, valamint az alpolgármesteri stábokat. A Mi Hazánk mozgalom ennek gátat vető módosító javaslatát senki más nem támogatta, a Fidesz képviselői sem akkor. Önkormányzati képviselőként 2019-ben egyedül szavaztam nemmel a DK-s polgármester előterjesztésére is, mely a gátlástalan klientúra bővítés többek közt az alpolgármesterek számának megduplázását indítványozta. És ezen elvek mentén folytatjuk továbbra is a politikát Újbuda önkormányzatában, amióta országgyűlési képviselő lettem, azóta Szecsődi Patrik önkormányzati képviselő. A törvényi maximumban határozták meg az újbudai alpolgármesterek fizetését, és a 4 alpolgármester csak a tanácsadókra 336 millió forintot költött. Az elmúlt néhány évben az általuk taxira költött összeg meghaladta a 3,2 millió forintot, ebből éjszakai és hétvégi utakat is finanszíroztak. Csak remélni tudjuk, hogy ezek nem iszákos utazások voltak. Bár előszeretettel hívják magukat zöld politikusoknak, mégsem szeretik használni az általuk felfestett bicikliutakat. Ahogy nem szeretnek önkormányzati lakásokat sem biztosítani. Bakainas Zita DK-s alpolgármester elismerte nekem, hogy valóban nem megfelelő a városvezetés lakásgazdálkodása, azonban azt nem részletezte, hogy közel 5 lakást vásároltak az 5 év alatt. Miközben minden adandó alkalmat leszavaznak, hiába várnak legalább 150-en bérlakásokra. A Mi Hazánk mozgalom a tanácsadói kifizetőhelyek helyett inkább lakásokat vásárolnak családosok és pályakezdő fiatalok részére. De a programunkat bővebben elmondja a dr. Zakar Gergely polgármesterjelöltünk. Köszönöm. A Mi Hazánk mozgalom szerint tehát az újbudai önkormányzatnál is azonnal meg kellene szüntetni azt a felesleges politikai apparátust, amely a valódi önkormányzati munkát gátolja. A 11. kerület nem lehet bukott politikusok kifizetőhelye. Felül kell vizsgálni tehát a tanácsnoki beosztásokat, és különösen azokat a külsős tanácsadói szerződéseket, amelyekről hónapról hónapra buknak ki. Össze kellene vonni a gombamód szaporodó önkormányzati cégeket, és a cégvezetők prémiumát meg kellene szüntetni. Megkérem, olvassák el a Mi Hazánk mozgalom Újbuda városfejlesztési programját, vagy ha nincs annyi idejük, akkor legalább a korrupciómentes önkormányzati fejezetét, valamint a civil szervezetekre vonatkozó fejezetet, mert mi nem haveri kifizetőhelynek szeretnénk Újbudát, hanem a civileket szeretnénk bevonni a valódi önkormányzati munkába. Ehhez tiszteljenek meg kérem bennünket most vasárnap, június 9-én a szavazatukkal, és támogassák a Mi Hazánk mozgalom jelöltjeit. És végül június 4-e alkalmából a főváros legnépesebb kerületének egy mulasztásos jogsértésére is rá kell világítsak. Az önkormányzat ugyanis évekkel ezelőtt hiába szavazta meg egyhangúan a hiánypótló Trianon emlékpark létrehozását, de a 2020 júniusában lejárt határidejű határozatot nem követte semmilyen intézkedés, még a hely kijelölése sem. Hiába szorgalmazta azt számtalan alkalommal a Mi Hazánk mozgalom, sőt hiába ajánlottam fel 2021-ben egy évi önkormányzati képviselői tiszteletdíjamat a Trianon emlékpark létrehozására, hogy egyúttal a botrányos módon beépíteni tervezett, de
civil összefogással egyelőre megmentett úgynevezett saroktelek végleg megmenekülhessen a beépítéstől. Így a DK fővárosának is minősíthető Újbudán, a főváros legnépesebb kerületében továbbra sincs emlékhelye a magyarság legnagyobb tragédiájának, mely mulasztásos jogsértése az önkormányzatnak, egyelőre következmények nélkül, de bízunk benne, hogy június 9-én változás lesz itt Újbudán is.